Alig, hogy meghirdették, már meg is érkeztek az első felajánlások a Korányi Frigyes úti hulladékudvarba. Az EAK ugyanis idén-nyáron is folytatja a 3 évvel ezelőtt meghirdetett nyári kampányát, amellyel az iskolakezdést szeretnék megkönnyíteni a rászoruló gyermekek és családjaik számára. Kértük a lakosságot, akinek olyan már megunt, de még jó állapotban lévő táskája, iskolatáskája, tolltartója vagy más iskola szere van, az hozza be hozzánk. Mi ezt összegyűjtjük, és így összegyűjtve átadjuk a gyermekjóléti intézetnek, akik utána továbbítják a rászoruló gyerekek számára. Petró Árpád elmondta, a rövid távú segítő szándék mellett egy hosszabb távú stratégiát is magában foglal ez a mostani akció, hiszen a lakosságot a hulladék termelés helyett arra ösztönzi, hogy újra használják az arra még érdemes tárgyakat. A szakember úgy látja, Nyíregyházán népszerűek az ilyen kezdeményezések. Az elmúlt év tapasztalata alapján, de úgy összességében is Nyíregyháza lakossága nagyon nyitott ezekre a hulladék gazdálkodási kezdeményezésekre, és főleg, hogyha ez vegyül egy jótékonysági céllal, akkor én úgy gondolom, hogy nagyon sikeres lesz. Nem beszélve arról, hogy követtem a social médiában megosztott hirdetésünket, aminek nagyon nagy a látogatottsága. Úgy gondolom, hogy ez már egy tükre annak, hogy az akció is sikeres lesz. Az EAK természetesen a még nem használt vadonatúj állapotú tanszerek felajánlásáról sem beszél le senkit. Én úgy gondolom, hogy itt mindenki a saját lelkiismeretére és a saját adakozó kedvére van bízva az, hogy milyen tanszereket hoz be. Amit látjuk, teljesen új és újszerű iskolatáskák, tolltartók kerültek be, vagy esetleg más iskolaszerek. A lényeg az, hogy olyan állapotban kerüljön be, hogy azt jó szívvel tovább tudjuk adni a rászorulóknak. A Korányi Frigyes és a Kerék utcai hulladékudvarok augusztus 24-éig várják az iskolai felszereléseket, amelyeket az ügyfélszolgálati munkatársaknál lehet átadni.